Felsőnyéken különféle vadállatokkal ismerkedhettek az iskoláskorú gyermekek, akik részt vettek a Nagy Törzsi Találkozó 2022 elnevezésű egyhetes napközis táborban. A lehetőséggel a református egyházközség kereste meg a helyi önkormányzatot, akik a roma nemzetiségi önkormányzattal jó kezdeményezésnek tartották és támogatólag álltak mellé. A tábornak a célja az a keresztény értékek és a Biblia tanításának a megismertetése a gyerekekkel, és ezen kívül pedig nyilván igyekszünk például ezzel az állatsimogatóval, meg egyéb más ilyen napközi programokkal is őket foglalkoztatni, meg érdekessé tenni nekik ezt a hetet. Érkeznek hozzánk a hét folyamán íjászok, ugye indián tábor lévén, íjászokat is hívtunk a gyerekekhez, Tamásiból szintén az íjász egyesületnek a tagjait, valamint lesz még népi játszóház, ezen kívül pedig a munkatársakkal igyekszünk mindig minden mozgós, játékos programokkal is gyerekeket lefoglalni és szórakoztatni. A tábor nem újdonság a környékbeli gyerekek számára, noha a tematika az évről évre új. Általában mi minden éven megrendezzük ezt a tábort a gyülekezetben, mind a három gyülekezetben, ugye én Iregszemcsén is, meg Nagyszokolyon is szolgálok, és a Vasárnapi Iskola Szövetségtől ők szoktak ugye minden éven készíteni ilyen tábori anyagokat gyülekezetek számára, nyári tábori anyagokat segítségképpen kidolgozzák előre, és tulajdonképpen ezzel segítenek a gyülekezeteknek, hogy jó táborokat tudjanak szervezni, és mi is őtőlük vettük át ezt az anyagot. Az indián része abból áll a hétnek, hogy ugye indián fejdíszeket hordunk, indián missziói történeteket hallgatnak a gyerekek. 3000 forintot kértünk hozzájárulást a szülőktől. Ezt igazából nem is az anyagi része miatt, mert nyilván nem ez fedezi az anyagi részét, hanem ilyen módon próbáltuk azokat, akik jelentkeznek, ösztönözni arra, hogy el is jöjjenek a táborba, mert vannak negatív tapasztalatok, hogy ugye jelentkezni a legkönnyebb, aztán meg amikor ott kéne lenni, el kell jönni, el kell hozni esetleg a gyereket, akkor már valami közbe jön mindig. Tehát ezért gondoltuk, hogy egy kis ösztönzés legyen, egy kis anyagi hozzájárulás legyen a szülők részéről is a táborban való részvételhez. 20 körüli gyerek van jelen, ez ugye változó, ingáznak így is azért a gyerekek. Van, aki első nap 14-en indultunk, aztán most ugye 21-22-en vagyunk, tehát növekszünk is azért, hál' Istennek, sokasodunk. A szünidő utolsó napjaiban zajlott tábort az egyházi közösségi programok támogatásán nyert forrásból, valamint az önkormányzati hozzájárulásból finanszírozták a szervezők. Az évek óta megszervezésre kerülő táborban jó kezekben voltak a gyerekek, ahol többszöri étkezést és számos élményt kaptak, többek között az ismerkedést a vadállatokkal. Hoztunk kígyókat, mi egy ilyen túrázó mozgó állatkert vagyunk, nevünk a Túrázó, és az országban mindenhova megyünk, Budapestről jöttünk ide a táborba. A mi alapelvünk, hogy empirikusan megismerjék a gyerekek, hogy kézbe veszik, és rájönnek, hogy ezek a hüllők, ezek nem is félelmetesek. Hoztunk kígyókat, tarantulát, skorpiót és két kis csivavát. A kígyókat megfogdossuk, nyakba adjuk így kézről kézbe, ahogy látjátok is, és eloszlatunk egy csomó téveszmét, hogy a pókok se bántanak, és a kígyók se akarnak. A gyerekek azok nagyon, nagyon okosak az összes, főleg ez a generáció. Internet és a tévé ugye teljesen kinyit a világra, nem úgy, mint az én gyerekkoromban, amikor havonta egy David Attenborough film volt, úgyhogy mindent tudnak ezek a gyerekek, nagyon okosokat kérdeztek, mindig meglepődök, de már egyre kevésbé, mindent tudnak. A diákok nagy többsége bátran állt a nem mindennapi állatokhoz, amelyekkel sokan most találkoztak először testközelben, de volt olyan is, akik már rutinosan bántak a hüllőkkel. Nem félek tőle, mert az unokabátyámnak van, és sokszor fogtam. Igazából sokszor fogtam. Mostanában nem fogtam nagyon, mert nem voltam lenn náluk, de én nem félek tőle.
ott valaki úgy rajong érte, nagyon szereti. Én nagyon szeretem őket, igen. Szeretem őket. Nagyon szépek és szelidek szerintem. Nem tudom, hogy hol a feje. Milyen érzés megfogni? Király! Az állatokkal való ismerkedés mellett a keresztény értékek, az azokkal való ismerkedés is napról napra helyet kapott a táborban. Az elmélyült beszélgetések mellett számos énekkel ismerkedtek meg a gyerekek. Segíts!